Sziasztok! Fenix GL06 fegyverlámpa. Ő az. Ugye úgy volt, hogy a lőtéren folytatjuk, viszont az időjárási körülmények, illetve az időbeosztásom egy kicsit megkeverte itt a rendszert. Kijutottam ugyan a lőtérre, de olyan körülmények voltak, hogy a kamerát nem igazán akartam ebbe a időjárásba kivinni. Kipróbáltam alapvetően. Arra voltam kíváncsi, ugye itt a 140 méteres maximum hatótávolságról ír, hogy valóban lehet-e a 140 métert belőni effektíve, ugye a 600 lumenes teljesítménnyel, vagy az csak a mérhető fény tartomány. Hát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy 100 méternél ez a 600 lumen elfogyott. A 100 méterig tudtam vele nagyjából olyan célzott lövéseket leadni, ami biztos találatot eredményezett, utána már bizonytalan volt. De azt gondolom, hogy egy maroklőfegyveren egy pisztolylámpa nem igazán a 100 méter vagy a fölötti lövésekre van kihegyezve, de igazából kipróbáltam, tehát 100 méterig még ez a 600 lumen is ad annyi fényt, hogy el lehet találni vele egy mellalakot. Amire szeretném igazából kihegyezni a vizsgálódást, hogy zárt térben, tehát mondjuk egy romos pincerendszerben, igazából ahol 5, 10 és 15-18 méteres távolságok vannak, hogy ott ez a 600 lumen, illetve a stroboszkóp, mire lesz elég. Nagyon kíváncsi vagyok, azt gondolom, hogy erre tökéletesen meg fog felelni, de azért mindjárt megnézzük, úgyhogy nézzük a pincerendszert. Lássuk, mit tud a Fenix GL06 megfelelő környezetben. Mindenképpen próbáljunk vele egy kontrollfényt. Tökéletes, úgyhogy akkor most kezdjük el átvizsgálni vele a folyosót. Nézzünk egy folyosó részletet, nagyjából 10 méter a vége. Nézzük meg, mennyire lehet zavaró, ha szemből világítanak ránk. Nézzük, mi történik akkor, ha beérkező zavaró fények vannak. Azt kell mondjam, tökéletesen semlegesíti, teljesen használható. A folyosó legvége nagyjából 13-14 méter távolságban van. Nézzük akkor, hogy mi van, ha ugyanebből a távolságból szemből kapja valaki ezt a fényt. Nos, hát azt gondolom, hogy egy ilyen feladatra, tehát hogyha ilyen paraméterek között kell esetleg ezt a fegyverlámpát használni, akkor tökéletesen hozzáfűzött reményeket beváltja. Azt kell mondjam, hogy egy nagyon kis kompakt lámpa, elég nagy teherbírással, jó kidolgozással, könnyű kezelhetőséggel. Igazából amire érdemes figyelni, hogy
ha valaki szép érzéket részesíti előnyben, akkor kompakt méretű fegyverre érdemes rátenni, akkor fog majd az összkép egy elég szépet mutatni, de gyakorlatilag, ha teljes tokméretű fegyverre tesszük, akkor is tökéletesen működik, esetleg a kívülről, ha valaki ránéz, akkor nem annyira dizájnos, de egyébként maga a lámpa szerintem tökéletes, úgyhogy bárki, aki egy ilyet magáénak tudhat, azt gondolom, nem jár rosszul vele. Sziasztok!